És ha már elszakadtunk a főzéstől, akkor beszéljünk már egy kicsit arról, hogy mit gondoltok arról, hogy mondjuk egy idősebb nő jöjjön össze egy fiatalabb fiúval, mert hogy hamarosan meg fogunk mutatni a kedves nézőknek egy anyagot a Ripostból, hiszen Kovács Patricia egy 24 éves fiúba szeretett bele. Persze csak a szerepe szerint, hiszen ugye a korhatáros szerelemről beszélünk. Krisztián, gondolom szerinted az idősebb férfi... Én támogatom oda is, vissza is. Én támogatom. Én azt gondolom, hogy igen, csak ennek szerintem hosszú távú értelme nincsen. Mert? Nem lehet egy érett fiatal fiú, aki... Hosszú távon azonban nem. Ez egy korszakra, egy 5-10 évre talán megoldás lehet, de szerintem életünk végén nem. El tudnád képzelni, hogy most egy idősebb nővel mondjuk? 37 vagyok én, mi az idősebb hozzám képest? Hát tudom is én, akár 47 éves. Igen, abszolút el tudunk képzelni. Hány évig? Amiben tölti az 50-et? Körülbelül. Tehát Lilla? Egy fiatalabb másik? Mármint, hogy nem. Nem a Krisztiára gondolok. Azt megbeszéljük adások kívül. Fiatalabb fiú? Szerintem nagyon fiatal vagyok. De a fiatalabb fiú az lehet, hogy túl fiatal. Nekem egyébként az első barátom, ő fiatalabb volt nálam. De most akkor ne úgy beszéljünk, amikor majd lassan 30 éves leszel. Hát jó lassan, hogy akkor mondjuk egy 20 éves fiú, összeérnél? Nem, mert én megtaláltam az igazit. Úgyhogy így. Pár év múlva beszélgetünk Luczával, de nézzük meg ezt az interjút Kovács Patriciával. Én gondoltam, hogy jó ötlet beleszeretni valakibe, aki a 90-es években született. Korhatáros a szerelem. Erre kerestük a választ, hiszen a TV2 hamarosan induló heti romantikus vígjáték sorozatában kiderül, számítanak-e az évek a szerelemben. Szerintem nem korhatáros, szerintem a szerelem az szerelem. A korhatárok azok elmosódnak valahogy így, ahogy így megyünk előre. Az... Hát nem tudom. Hát, A szerelem nem feltétlenül korhatáros szerintem. Valószínűleg nem. 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 Mikor is született? 1993. Kovács Patricia egy közel 40 éves három gyerekes anyukát alakít a sorozatban, aki találkozik egy 25 éves fiúval. Beleszeret, és aztán én úgy döntök, hogy ez olyan fontos ez a szerelem, hogy mégiscsak lenyomom a családom torkán, meg a gyerekeim torkán. Anya, miért pucél a bácsi? Anya? Ám kapcsolatukat a nagy korkülönbség miatt szinte mindenki meg akarja akadályozni. A sorozatban Kovács Patricia szerelmét Kovács Tamás játsza. Mit gondolsz ezt erről? Nagyon helyes asszony. Asszony. A 24 éves pultos fiú szó szerint elcsavarja Eszter fejét. Mi van? Meglunkodsz el? Nem. Eszter. Tamás azt mondja, hogy a szerep több kihívás elé állította őt, mint gondolta. Hát én például mixerkedni egyáltalán nem tudok, úgyhogy az egy kihívás volt mindenképp ezt megtanulni, legalábbis valamilyen szinten elsajátítani. A sorozatban olyan népszerű színészek is feltűnnek majd, mint Dobó Kata. Júliát játszom, Patriciának a testvérét. Kirakhatatok volna egy 18-as karikát a bejárati ajtó. Nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy ő most feltétlenül jót akar-e vagy sem. Persze nekem van erről egy véleményem, de azt majd meg fogják látni a nézők, hogy milyen irányba mentem el ezzel a karakterrel. Kata egyébként pont 20 évvel ezelőtt debütált Kamarás Ivánnal a Miniszter Félrelép című vígjátékban. Azóta csupán egyszer játszottak együtt. Felújított változat. Nincsenek sehol! A romantikus sorozatban feltűnik Fenyő Iván is egy hős szerelmes szerepében, aki... Nagyon sokszor sír, nagyon sokszor bőg, pityog, valahol olyan, mint egy ilyen gyerek. Julia! Tűnj már innen, te idióta! A parádés szereposztásból nem hiányozhat Bánsági Ildikó és Ónódi Eszter sem. A Korhatáros Szerelem című sorozatot december 2-ától szombat esténként láthatják itt, a TV2-n. Nagyon jó lesz, én nagyon várom. Én is egyébként, amikor először láttuk itt ugye a TV2-n, akkor én már azonnal, hogy nagyon jó a szereposztás, nagyon jó színészek lesznek benne. Bomba. És hát tényleg az, hogy az életet fogja bemutatni, mert azért most már egyre sűrűbben látom egyébként itt a mai környezetemben, hogy az idősebb hölgyek, mondjuk fiatalabb férfiakkal vannak együtt, de tényleg azt mondom, hogy nekem az a véleményem, hogy ezt hosszú távon kivitelezhetetlen szerintem. Hát figyelj, lehet abban igazság, amit a Patricia mond, hogy a szerelem az szerelem, és ott nincs szerintem kor. De aztán a fene tudja, hogy tényleg ezt hosszú távon hogy lehet összeegyeztetni azt, hogy igen, csak ma még mondjuk nem vagyunk szépkorúak, hogy finoman fogalmazzak, és akkor ugye ott általában elő szokott jönni mindenféle probléma. Hát nehéz. De mi mikor fogunk ilyen sorozatokba szerepelni? Most már csak ez a kérdés. Te is akarnál ilyen
sorozat. Én nem szeretnék igazán. Nem. Ilyen sorozatban. Hát nem vagy te színész. Hát te se, mégis a Peter TV-vel szokták ardozni. Az egy másik. Én kaszkadőrködök, és verekedős jeleteket szívesen megcsinálok, de nem vagyok színész. De most, hogy mondod, akármilyen színész is lehetnék. Szerintem. Ugye? Jó is, hogy mondanám, majd jövőre beteszem magam valamelyik sorozatba én is.